Tanévente 22 hét, 3,5 év alatt közel 3000 óra. Ennyi időt vesznek részt gyakorlati képzésben a partnervállalatoknál azok a hallgatók, akik duális képzésben folytatják felsőfokú tanulmányaikat. Így a tanulók már egyetemi éveik alatt részletes ismereteket szereznek a munka világáról, képzési idejük alatt közvetlenül megismerhetik és részesévé válhatnak a munkafolyamatoknak, valamint a hagyományos képzésekhez képest jóval több időt tölthetnek a szakmai kompetenciák gyakorlásával. Folyamatosan egy olyan vállalati környezethez szoknak hozzá, illeszkednek be, ahol az általános műszaki és egyéb készségeken túl megtanulják, hogy hogyan kell beilleszkedni, hogyan kell projektszemléletben dolgozni, hogyan kell csoportmunkában dolgozni, hogyan kell a problémát napi szinten megoldani. Így már a tanulmányi idő alatt olyan készségekre tesznek szert a hallgatók, amelyekkel aztán a diplomaszerzés után különféle továbbképzések nélkül azonnal munkába foghatók lesznek. A Nyíregyházi Egyetemen 2015 óta folyik duális képzés, ekkor még két szakon indult. Egy pályázat keretében most bővíteni tudják a képzési területeket, a terveket az oktatási intézményben szervezett konferencián ismertették. A gépészmérnök szakon indult 2015-ben, később bővült közlekedésmérnök, mezőgazdasági gépészmérnök és gazdálkodás és menedzsment szakon, most pedig el fogjuk indítani az agrármérnök, vagyis mezőgazdasági mérnök szakon, valamint programozó informatikus szakon is. De megyünk tovább, és szeretnénk a mérnök informatikus és járműgépész, illetve járműmérnöki szakon is elindítani majd ezt a képzési formát. A képzési kínálaton túl bővíteni kívánják a hallgatói létszámot is. 4 év alatt 130 belépő diákkal számolnak az intézményben. A tananyagot is szélesítik, 25 új korszerű modul indul, illetve a képzők képzése is helyet kap az oktatásban, de különféle felzárkóztató képzésekkel a lemorzsolódó hallgatók számát is csökkenteni szeretnék. A vállalatok is nyitottak a duális képzés iránt, ezt mutatja, hogy a tervezett 12 együttműködés helyett már 48 vállalattal sikerült megállapodnia az egyetemnek. A közös munka mind az oktatási intézmény, mind a vállalatok számára előnyös, de legnagyobb nyertesei a hallgatók. Miért? Azért, mert a hallgató egy olyan képzésben vehet részt, amelyben nem csak az elméletet tanulja, hanem beletekint abban, hogy az elméletet hogyan tudja alkalmazni az adott cégnél. Közben megismeri azt a munkahelyet, amit lehet, hogy majd választani fog. Ez a cégnek egyértelműen jó, de nekünk is jó, hiszen akkor azt mondhatjuk el, hogy valóban az Alkalmazott Tudományok Egyetemén a hallgató úgy megy ki, hogy a tudását rögtön tudja kamatoztatni. Ez pedig jó a régiónak és a megyének is, hiszen képzett szakemberek kerülnek a munkaerőpiacra. Nyugodtan mondhatom, hogy a megyében már struktúrális munkanélküliség van a tapasztalataink alapján, amit a megyei munkaügyi paktumban szereztünk. Ugye ott elsősorban a szakképzéssel foglalkozunk, de olyan vezető mérnökök nélkül, középvezetők nélkül, akiket itt ebben a duális képzésben képezni fognak, elképzelhetetlen a szakképzésnek a megújítása is. Ilyen módon találkozik a megyei önkormányzat munkaügyi paktumja, és egy bizonyos EFO pályázati program. A duális képzések nem csak a megfelelő szakképzett munkaerő biztosításában játszhatnak nagy szerepet a megyében, hanem a térségben való elhelyezkedési lehetőségek növekedésével nőhet a régió népesség megtartó ereje is, hangzott el a tájékoztatón.